nagyon-nagyon feszült mérkőzésnek tűnt kívülről, belül a pályáról milyen volt? Belülről is feszült volt, hiszen az elején nem sikerült megrúgnunk azt a gólt, amit szerettünk volna, ami utána a taktikánkat tudtuk volna játszani. Így a Ferencváros az idő elteltével sem nyílt ki, és nem voltak olyan nagy területek, amik mögé be lehetett volna futni. Úgyhogy itt ez igazából tényleg arról szólt, hogy ki mennyire tudja oda tenni magát, mennyire brusztol. Azt gondolom, hogy a Ferencváros abszolút partiban volt velünk, kiegyenlített volt a játék, ha bár úgy érzem, hogy nekünk azért több lehetőségünk volt, és a gólnál valóban ők egy kicsit figyelmetlenek voltak, de aztán nekünk kellett a végén a Szabinak a nagy védése, hogy ez a három pont meglegyen. Nagyon feszült voltam egész mérkőzésen, sőt mondhatom egész nap, hiszen ugye egy nagyon hosszú napon vagyunk túl, este 8-kor volt a mérkőzés. Igazából ilyenkor, amikor elhangzik a hármas hipszó, az összes feszültség felszabadul az emberből, főleg akkor, amikor ilyen eredmény születik. Mit éreztél, amikor olyan bravúrral védtél, és a te nevedet skandálták utána, ami igazából plusz két pontot hozott a csapatnak? Hát az nagyon jó érzés, amikor a közönség így skandálja a nevet. Tehát ez szenzációs, ezt nem igazán lehet elmondani, hogy az ember kimegy a pályára, megtesz mindent, és akkor így honorálják, ez nagyon-nagyon jó érzés. Igazából a védésről sok mindent nem tudok elmondani. Belőtték nekem balról a labdát, eljött a lába között, és utána azt hiszem a Pölöskei rúgta rá végül valahogy, sikerült kikapirgálni, fogalmam sincs, hogy történt, de nagyon-nagyon-nagyon örülök most ennek az egésznek. Frandi igazából eddig mindig sokkal nyitottabban játszott. Meg lehet, hogy tartottak most tőletek? Való igaz, nem akartak ők is négyet kapni, mert az nagyon nem mutatott volna jól. Úgyhogy tényleg abszolút egy taktikailag jól felkészített csapattal találtuk magunkat szembe. De azt gondolom, hogy erről létben én úgy érzem, hogy kicsit felülmúltuk a Ferencvárost, és talán ez is a koncentráció is befolyásolja, hogyha jó az erőllét, és mi az utolsó percig tudtunk koncentrálni, nekik ez nem sikerült most. Az elmúlt három mérkőzésen 4 gólt rúgtunk. Tehát mindegyik mérkőzésen 4-et, azért az egy intőjel. Tehát, hogyha visszanézték a mérkőzéseinket a videón, akkor biztos, hogy láthattak olyan dolgokat, amik miatt nem mertek kinyílni, és nem merték fölvállalni a nyílt csicsakos játékot. Ráadásul ne felejtsük el, hogy igazából nekik volt nagyon égető ez a mérkőzés, hiszen nagyon rosszul kezdték a szezont. És ezért nekik igazából minden pont nagyon-nagyon fontos lett volna itt, akár az egy, akár a három Kispesten, és ezért nem akartak belemenni egy ilyen adok-kapokba, ami érthető az ő részükről. A mi részünkről pedig, hát egy Ferencváros elleni mérkőzésen, hogyha valaki eszetlenül futballozik, annak nem lesz jó vége, tehát igyekeztünk játszani azt, amit eddig is. A Fradi ezt viszonylag jól meg is tudta ölni, ezt a fajta játékot, tehát nem tudtunk úgy kibontakozni, mint eddig, viszont az egy szerencsés gól az most a javunkra döntött el a meccset. Azt gondolom, hogy a Kecskemét inkább otthon erős, nem pedig idegenben, de hát majd ez eldől. A Kecskemét szerintem egy olyan rapszodikus csapat, főleg most, hogy azt gondolom, hogy szintén nehéz dolgunk lesz, és ők is egy taktikailag jól felkészített csapat lesz. Úgyhogy bízom benne, hogy majd, mivel ők játszanak otthon, ők majd akarnak nyomni, és meg lesznek azok a területek, amit majd mi szeretnénk kihasználni, de ennyire előre még nem mennék egyelőre, még a mai napnak a gyümölcseit szeretnénk learatni. Ez a magyar bajnokságra egy nagyon érdekes és nagyon jellemző dolog, hogy itt aztán tényleg bármi megtörténhet. Igazából most én úgy látom, hogy a Pécs és a Győr az a két csapat, akik hoznak egy ilyen stabil úgymond átlagot. Meg ti. Igen, meg mi az első mérkőzés leszámítva, igen. Viszont a Kecskemétről azért azt tudni kell, hogy ez egy nagyon-nagyon támadó szellemű csapat. Tehát, hogyha ott a védekezésben a koncentráció nem megfelelő, akkor ők azt azonnal és rögtön kihasználják, ugyanis vannak hozzá jó futballistáik. Úgyhogy azt gondolom, hogy az ismételten egy nagyon érdekes mérkőzés lesz, mint szurkolói szemmel, mint taktikai szemmel, és ott is reménykedünk a győzelemben. Ennyit tehetünk.